A Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. Eccellenza Eminenza, è con viva gioia che partecipo
come rappresentante del Santo Padre a questa celebrazione, ricordando i 50 anni della sua ordinazione sacerdotale. Fötisztelendő Érsekúr, fötisztelendő Bíborosúr, nagy örömmel veszek részt, mint a Szent Atya küldötte ezen a Szentmisén, ahol Érsekúr 50 éves jubileumát ünnepli. Vedo la gioia dei confratelli vescovi di partecipare, dei sacerdoti e della gente, ma ho qui un messaggio che arriva per l'occasione dal Santo Padre. Örömmel ünnepelek együtt püspök testvéreimmel, az egyházmegye főegyházmegyének papjaival és a hívő seregével együtt ezt a szép ünnepet, de ugyanakkor itt van egy üzenet, ami egyenesen a Szent Atyától érkezik. Il Santo Padre ha voluto essere presente con la sua lettera di congratulazioni, auguri e di benedizione apostolica. Ho la gioia di consegnarla. A Szent Atya személyesen akart részt venni ezen a Szentmisén, és egy levélben gratulálni akart Érsek úrnak. Venerabilis frati, Julio Marfi, arcipiscopo metropoliti Vesprinensi, Vesprimiensis, Cathedralis Ecclesia, ante milles annum voluntate Beate Giselle, Regine Hungaria, eisque sancti consortis Regi Stefani Orta, qui letos et maestos per secula plures profecto vidi eventus mos replibitur gaudio ob singulare jubileum tuum, venerabilis frater, qui feliciter decem lustra complex est presbiterali suscepta ordinazione. Ferenc pápa levele Márfi Gyula érseknek aranymiséjére. A Veszprémi Székesegyház, amely 1000 évvel ezelőtt Boldog Gizellának, Magyarország királynőjének és szent férjének, István királynak akaratából épült, majd sok száz évszázadon át számos örvendetes és magasztos eseménynek tanúja volt, hamarosan megtelik örömmel a te személyes jubileumodnak köszönhetően. Tisztelendő testvérem, mivel pappá szentelésed 50. évfordulójához érkezel, örömmel élünk az alkalommal, hogy neked imádságos jó kívánságainkat kifejezzük, továbbá hozzád és híveidhez csatlakozva hálát adjunk Istennek ajándékáért, amellyel bőséges kegyelme folytán, végtelen bölcsességében és megértésében elárasztott minket, mert ő árasztott el téged ifjúságodtól fogva sokszoros adományaival. Te pedig az isteni mester kedves hívását felfogva beléptél a szemináriumba, és filozófiai és teológiai tanulmányaidat elvégezve 1967. június 18-án részesültél a papszentelésben. Ezután 11 éven át különböző állomáshelyeken teljesítetted szolgálatodat. Később a szombathelyi püspöki hivatalban voltál szertartó, bírósági jegyző, püspöki titkár és irodaigazgató. Kiváló lelki tulajdonságaid és papi feladatai dicséretes teljesítése miatt Szent Elődöm, II. János Pál pápa 1995. november 11-én püspöki méltóságra emelt. Amantiai címzetes püspökké és az egri főpásztor segédpüspökévé nevezett ki. Két évvel később pedig a Veszprémi érsekség vezetését bízta rád, amelyet 20 éve kormányzol. Életed a kivételes pillanatának örülve apostoli buzgósággal emelt fel hálatelt lelkedet Istenhez, és a zsoltárossal egyesülve ismételgesd az imádságot. Tedd vidámmá szolgád szívét, lelkemet, Uram, hozzád emelem, hiszen te elnéző és jóságos vagy. Uram, és csupa irgalom azokhoz, akik hozzád kiáltanak. Sincerum nostre caritatis et benevolentiae documentum unam cum benedictione apostolica quam celestis gratia pignus tibi imprimis peremanter impertimus deinde arcipiscopo emerito presbiteris diaconis seminari alumnis religiosis viris et mulieribus cum quante carissime commutati vesprimiensi sui pastoris aurem sacerdotale jubileum lenter celebrantibus communicandam
dum pro nostro summo officio fideliter ex splendo preces possimus. Fogad tehát, tisztelendő testvérem, őszinte szeretetünknek és jó indulatunknak ezt a dokumentumát, apostoli áldásunkkal együtt, amelyet, mint mennyei kegyelem zálogát adunk elsősorban neked, aztán a nyugdíjas érsek testvérnek, a papoknak, a diákónusoknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, és a teljes veszprémi közösségnek, amely saját pásztorának papi aranyjubileumát ünnepli örvendezve, miközben a ti imáitokat is kérjük, hogy főpásztori hivatalunk szolgálatát hűségesen teljesíthessük. Vatikánvárosban 2017. május 26-án pápaságunk 5. évében Ferenc pápa. Excellenciás érsekatyánk, bíboros úr, nuncius úr, Krisztusban kedves testvérek! Érsekatyának egyház és nemzet szolgálata azon az alapon nyugszik, hogy Isten népe egyszerre tagja az Anyaszent Egyháznak és polgára a magyar hazának. És Szent István óta a kettő nemhogy nem állítható szembe, hanem a kettő egymásra mutat. Különösen aláhúzza mindezt nagy elődje Mindszenti bíborosnak a tanúságtétele, hogy az egyház és a nemzetszolgálat egymást erősíti és egymásra mutat. Hiszen az állam és az egyház elválasztása nem jelentheti az egyház és a társadalom elválasztását. Sőt, az a pásztor, aki Isten nyájának az élén áll, annak állapotbeli kötelessége a szoros értelemben vett teológiai és ítéleti kérdéseken túlmenően az élet mindennapi kérdéseire, a nemzet sors kérdéseire is keresni a választ. Hiszen maga az Úr Jézus Krisztus sem egy hitbuzgalmi egyesületet alapított, hanem az élet minden tekintetében választ adott. Ami érvényes az evangélium, érvényes minden időben, minden korban, minden helyen és minden témában. A tudománytól kezdve, a művészeten át, a társadalmi kérdésekig is. Érsekatya pedig mindig élen járt abba, hogy az egyház társadalmi tanítását mindig vállalta, a támadások keresztüzésben is vállalta. Hiszen az egyház társadalmi tanítása része a teológiának, következőképpen üdvösségünkbe vágó kérdés. Érsekatya szolgálata tekintetében három elemet szeretnék kiemelni. Az egyik a lelkipásztori szolgálata. Az a műveltség és intellektuális fölény, amit nem utolsó sorban párizsi tanulmányaiból hozott, lehetővé tette azt, hogy a legmagasabb filozófiai kérdésekben is párbeszédet, akár vitát tudott folytatni minden kérdésben, és minden támadásra intellektuális mélységű választ tudott adni. Irodalom szeretete lehetővé tette azt, hogy mindenkihez el tudott jutni egy-egy olyan idézettel, ami az embernek a szívéig hatol, az irodalom ereje által. És ezáltal mindenkihez volt üzenete. A legtanultabbakhoz is, és a legegyszerűbb hívekhez is. Azokhoz is, akik jó szándékulak közeledtek az egyházhoz, és azokhoz is, akik vitában álltak vele. És nem tért ki a kemény kérdések elől, például az iszlám fenyegetésének a kérdéséről, ahol nem csak teológiai megalapozással, hanem profétai módon mutatta ki azt, hogy persze egyfelől kötelességünk a bajba jutottakon segíteni, másfelől viszont egy nemzetnek joga van az önvédelemhez. A harmadik terület, amiért pedig külön köszönetet szeretnék mondani, ami oly fontos a magyar kormány számára is a család kérdésbe, amikor mindig kiállt a család mellett, és kiállt a magzati élet védelme mellett, a legjogfosztottabb és legkiszolgáltatottabb kisebbség a magzati korukat élő embertársaink mellett.
Érsek atya, ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg egyház és nemzet szolgálatodat, és a magyar kormány nevében azt kívánom, hogy a jó Isten tartson meg nagyon sokáig az Anya Szent Egyház és a nemzet javára. Köszönjük! Köszönöm szépen! Szeretve, tisztelt aranymisés főpásztorunk, érsek atya! Kedves vendégek, egyházi méltóságok, állami tisztviselők, intézményvezetők, paptestvérek, jó hívek! A közelmúltban egy riporter megkérdezte érsek atyától, milyen érzésekkel várja aranymiséjét. És nekünk is szóló bölcs felelettel azt mondta, hogy ez az ünnep nem az érzelmeké, hanem minden égi és földi jó adományozó Istenéjé, aki előtt első szavam a hálaadás, a második a bűnbocsánat, a harmadik pedig a teljes bizalom kérése. Hadd csatlakozzunk mi is érsek atya hálaadásához Szent Pál apostol szavaival. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus atya, aki Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. Áldott legyen az Isten, hogy új miséjén a zsoltáros örömével mondhatta, odalépek Isten oltárához, örömöm Istenéhez. Áldott legyen az Isten életének zsengéjéért, fiatal papi éveiért, amikor a lelki pásztorkodásban és a tudományos továbbképzésben készült a gondviselő Isten által kijelölt különleges élet útjára. Áldott legyen az Isten, hogy pappá szentelése után 9 évvel, 1976-ban 2 esztendőt tölthetett, felsőbb tanulmányokban, ösztöndíjjal Párizsban, a Katolikus Egyetem Ökumenikus Intézetében. Majd a szombathelyi püspökségen 17 évig központi szolgálatban dolgozott. Szívesebben szentelte volna minden erejét a lelkipásztori munkára, de akkor is engedelmes lélekkel elfogadta életének irányítójául Istent és az elöljárók akaratát. Utólag már könnyebben felismerjük a gondviselés céljait, amelyekre különböző helyeken és helyzetekben felkészítette érsek atyánkat. Áldott legyen az Isten, hogy Szent II. János Pál pápa 1995-ben Szent Márton ünnepén egri segédpüspökké nevezte ki Gyula atyát. Majd a következő hónapban az egri bazilikában megtörtént püspökké szentelése. Áldott legyen az Isten az egri főegyház megyében töltött 2 éves segédpüspöki szolgálatáért. Mi, a Veszprémi Főegyház megye papjai és hívei pedig különös hálával köszönjük meg Istennek, hogy II. János Pál pápa 1997 nagyboldogasszony ünnepének vigíliáján a nyugdíjba vonuló szendi érsek atya utódjául kinevezte és főegyház megyénk élére állította, mint érseket. Immár 20 éve,
hogy munkában, áldozatokban és örömökben gazdag főpásztori tevékenységével egyházmegyénkért, intézményeinkért, papjaiért és híveiért, népünkért és minden rászoruló emberért fáradozik. Egyedül Isten tudja csak számon tartani az 50 papi év és benne a 22 püspöki esztendő teendőit, eredményeit, örömeit és keresztjeit. Áldott legyen az Isten azért is, mert érsekatyánk egész pásztori életében mindig jelmondatának szellemében törekedett ellátni szolgálatát. Legutóbb a diákonus szentelési szentbeszédjében személyes vallomásként elmondta, hogy pappá és püspökké szentelésének tudatosan választotta jelmondatául, a szeretet soha el nem múlik. Amint Szent Pál szeretet himnusza hirdeti, a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. A szeretet elsőbségére és lényegére pedig Szent János apostolnál találjuk meg a magyarázatot, megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet. És aki kitart a szeretetben, az Istenben marad, és az Isten ő benne. Tanító szavával, megszentelő tevékenységével, jó pásztori kormányzásával érsekatyánk mindig ezt a szeretetet igyekezett nem csak hirdetni, hanem megvalósítani, tovább adni. Most, amikor egyházmegyénk intézményei, papjai és hívei nevében köszöntöm aranymisés főpásztorunkat, ennek jeleként nyújtjuk át neki a Veszprémi Főegyházmegye ajándékát, egy művészi monstranciát. Utalok Sík Sándor versére, amelyben az aranymisés papról mondja, reszket a kéz, a fáradt szív is reszket, de tartja még, és emeli a kelyhet. Adja meg Jézus, az örök főpap, hogy érsekatyánk a kegyelem erejében és jó egészségben emelje további életében és szolgálatában a kelyhet, mutassa és adja Urunkat, Jézus Krisztust, Isten népének, ad multos annos, vagyis még sok éven át. Magyarország köztársasági elnökétől. Excellenciás érsek úr, kérem engedje meg, hogy pappá szentelésének 50. évfordulóján nagyra becsülésemmel köszöntsem. Sok bizonytalansággal terhelt életünkben bizony nagy szükség mutatkozik olyan emberekre, akik hittel vallják és jelenvalóvá teszik a tanítást, amit a korintusi levélből ön jelmondatának választott. A szeretet nem múlik el soha. Ez a szentpáli gondolat reményt ad minden hívőnek, és sok tekintetben reményt veszett társadalomban,
az egymásra való odafigyelés üzenetének kovásza lehet itt minden ember számára. Szeretnék-e levél útján csatlakozni mindazokhoz, akik most hálát adnak az elmúlt 5 évtizedért. Köszönöm, hogy közössége jó pásztoraként mindig a szeretet megélésére és cselekedeteink gyakorlására buzdít. Ezzel pedig megmutatja, hogy az egyházak jelenléte természetes módon túlmutat saját keretein, és küldetésüket vállalva egy egész társadalom, egy nemzet erőforrását fogja jelenteni. Bízom benne, hogy érsek úr apostoli működése tovább erősíti azt az erkölcsi értékrendet, amely több megértést, jó akaratot, segítő szándékot és irgalmat hoz el közénk. Lelki pásztori hivatásához további áldást kívánok. Budapest, 2017. június 14-én Áder János aláírásával Magyarország köztársasági elnökétől. Mielőtt elkezdenék a szentmisét, szeretném megköszönni mindenek előtt a Szentatyának a kedves surait, az államelnök úr surait szintén, a dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úrnak a szavait, valamint a Szelenka Miklós helynökömnek a köszöntését, és szeretettel köszöntöm a bíboros urat, nuncius urat, püspök testvéreimet, pap testvéreimet, és valamennyi hívő testvéremet, külön is rokonaimat, osztálytársaimat és barátaimat. A pap testvérek közül egy valakit adalmítsák meg, ki szónokom lett dr. Gyürki László volt Körmendi plébánost, a Szentírás kiváló ismerőjét sok biblikus újságcikknek és Bibliával kapcsolatos könyvnek a szerzőjét. Őt azért is hívtam meg, mert én is egy jó héttel ezelőtt az ő gyímátmisés szónoka lehettem Körmenden, és mert ő az, aki engem már akkor ismert, bocsánat, amikor én még kisrác voltam. És jó Isten, ő tartotta meg a paptestvérek közül, hogy személyesebb hangon is tudjon majd valamit mondani. Mindannyiukat Isten hozta, mindannyiuknak köszönöm, hogy részt vesznek a hálaadásomban. Most az úgy tudom, a töménezéssel folytatódik a szertartás, majd jön a bánatima. Thank you.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. Kedves testvéreim, a hálaadás a legfőbb feladatunk most, de azért visszatekintve az 50 évre, azt gondolom kell, hogy lássa az ember a saját gyengeségeit, mulasztásait, bűneit is. Az egyik kedvenc ifjúsági dalom így kezdődik, hogy Mária hozzád száll, imám. Ennek utolsó szakasza így végződik, Mária, 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 Szentlélektől áldott, Mária hozzád esdeknek, könyörögj érettem. Könyörögj értem Jézusnál, könyörögj értem szűzanyám, követni vágyom szent fiad, de túl sok a bűnöm már. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végtettem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védtem, én igen nagy védtem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeretőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettel, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Könyörögjünk, Istenünk minden ajándék atya, hittel valljuk, hogy amik vagyunk és amink van, az mind tőled származik. Taníts meg minket, hogy felismerjük végtelen atyai jóságod ajándékait, és téged őszinte szívvel minden erőnkből szeressünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Dicsérjük Istent nagy jóságáért, amellyel elhalmozott minket. Így szól a választott nép hála éneke, az Úr irgalmát magasztalom, az Úr dicséretét zengem. Dicsérem mindazért, amit velünk cselekedett, és nagy jóságáért, amellyel Izrael házát elhalmozta az ő mérhetetlen irgalmában és szeretetében. Így szólt ugyanis az Úr, mégiscsak népem ők, fiaim, akik nem lesznek hűtlenek. Minden nyomorúságukban nem követett vagy angyalt küldött hozzájuk, hanem ő maga jött el szabadításukra. Szeretetében és irgalmasságában ő maga váltotta meg őket, fölemelte és hordozta őket a hajdankor napjaiban. Ez az Isten igéje. Szent Pál apostolnak levelében. Testvéreim, mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon. Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket. Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr nevében tegyetek. Így adjatok hálát általa az Atya Istennek. Ez az Isten igéje. Halleluja, halleluja, halleluja.
Az Úr legyen veletek. És a te Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán, amint engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéjé. Excellenciás aranymisés érsek, atya, kedves ünneplő testvérek, papi jubileumra jöttünk össze. A Biblia hagyomány szerint a jubileum az öröm és a háló ideje. Földműves hálát ad a teremtőnek a termésért, az aratásért. A papszentelés 50. évfordulója ajándék, és a hivatás útjának fontos mérföldköve. Érsek atya 50 éve szolgálja az Urat, és tapasztalja meg Isten jóságát, csodás tetteit. Ezt meg kell ünnepelni. Szent II. János Pál pápa megünnepelte pásztori szolgálatának 25. évét, megünnepelte aranymiséjét, és ekkor egy könyvvel is megajándékozta az ő paptestvéreit.
nagyon sokat mond a címe, ugye ajándék és titok. Érsek atyánk Isten elé helyezi most életét, és hálát ad a kapott kegyelmekért, egész életéért, ahogy Szent Ágoston is tette a vallomások könyvébe. Ehhez a hálaadáshoz csatlakozunk most mi is mindannyian, egyházmegye papjai, hívei, és mindazok, akik tisztelik és szeretik érsek atyát. Úgy röviden szeretném felidézni az ő életét, fél évszázados papi szolgálatát. Hát többen bizonyára ugye megkérdeznék, hogyan kerültem ide. Hát megköszönöm érsek atyának, hogy részben már igazában bemutatott. El kell mondanom, hogy körülbelül 60 évvel ezelőtt kerültem 4 évre, a Szombathelyi Egyházmegye egyik legnehezebb plébániájára, az alamegyei pákára káplánnak. Az állami ember úgy parancsolta, tegyék egy olyan helyre, hogy pusztuljon el. Ugye ez nem történt, hála Isten meg. A hozzá tartozó 9 községből, aztán 5 iskolában, 18 hittanórán volt egész héten szombaton is. Temetésekkel együtt ez sokszor olyan 150 kilométeres gyaloglást jelentett hetente. Villany, autóbusz még nem volt, sok helyen még úgysem, sok helyre még úgysem vezetett. Ekkor még, hála Isten, minden községben volt iskola, és minden gyerek járt hittanra, öröm volt hitoktatni. Itt legszebb éveim az ott töltött 4 esztendő. Abban az időben a pákai plebánia egyik kis falujából, Pördeföldéről, Mezei úton, 1 órai gyaloglás után érkezett a szentmisére a Márfi család, családapa és édesanya 2 fiúval. Ez a 2 fiú, Imre és Gyula, még minisztrált nekem. A szentmise után aztán a plébánián vidám, érdekes beszélgetés következett a családdal, majd indultak haza. Újabb 1 órás gyaloglás. Tehát minden szentmise az ő számukra 2 órás gyaloglást jelentett. Ebből a családból a testvérpárt szólította meg az Úr, ahogyan Pétert és Andrást, Jakabot és Jánost, vagy később a szlávok apostolait, a 2 testvért, Cirilt és Metódot, kövessetek engem. Hogy mikor és hogyan történt ez a meghívás, ez az ő titkuk. Imre és Gyula örömmel válaszolt a hívásra, Uram, kész vagyok követni téged. Így indult el papi életük. Csodálatra méltó a szülők, különösen az édesanya áldozata, aki az evangéliumi özvegyhez hasonlóan a 2 garast egész megélhetését dobta a persejbe. A Márfi testvérek édesanyja is odaadta mindenét az Istennek, lemondott 2 gyermekéről. És utána a család nagy áldozatot hozott, hogy a fiúk a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban tanulhasson. Ezután következtek a szemináriumi évek a Budapesti Központi Szemináriumban. 1965. június 20-án történt Imre papszentelése. Őt 16 évi szolgálat után, mindössze 40 évesen hazahívta az Úr. Ugyanúgy történt, mint Szent Cirillel is. Aztán 2 évvel később, 1967. június 18-án volt Gyula érsek atyánknak a papszentelése. Ennek most 50 éve. Erre emlékezünk ma. Nagy esemény volt a pákai plebánián, Gyula érsek atyának első szentmiséje. Kommunista hatalom nem engedte meg, hogy a szentmise a templom téren legyen. A hívek a nagy száma miatt
templomba zsúfolódtak össze. Szent Márk evangéliumában Jézus, amikor meghívja az ő apostolait, beiktatja őket, hatalmat ad nekik, óriási és titokzatos az a hatalom, Krisztust lehozni közénk a földre minden szent misébe, hogy vándorlásunk társa legyen. Feloldozlak téged a bűneidtől, az isteni irgalomnak az eszközévé lenni, visszaadni a bűnös lelke nyugalmát, békéjét. Milyen öröm, boldogság ez a papnak, amikor szenteléskor ezt a hatalmat megkapja. Aztán ugyancsak Máté evangéliuma meghívásnál szól arról, hogy Jézus azt akarta, hogy tanítványai vele legyenek. Jézussal lenni, ez a pap első és legfontosabb feladata, figyelni Jézusra, egyre jobban megismerni, és mindig vele maradni. Ahogy Jézus az imádságban volt mindig együtt mennyei atyával, ugyanúgy a pap is az imádságban van együtt Jézussal. Pap arra kapott meghívást, hogy folytonosan virrasszon és intenzíven imádkozzon. Az imádkozó pap legnagyobb áldás a világ számára. A papi zsolozsma, az egyház imája napról napra hangzik a pap ajkán. Így lehet együtt Jézussal, és híveit is hozzáviszi, és segíti őket. És nem csak a hivatás ajándéka, hanem annak a megőrzése is, Isten nagy kegyelmi ajándéka. Az 50 éves hűséges szolgálat nagy öröm a meghívottnak, és mélységes hálára és köszönetre késztet. Az elmúlt fél évszázad bővelkedett történelmi és egyházi eseményekben sok és különféle kihívást jelentett. Ha visszatekintünk a kezdetekre, megállapíthatjuk, hogy hitet próbáló évek voltak azok, amelyek után Gyula érsek atya eljutott a papszentelésig. A családban mély vallásos lelkület vette ugyan körül, a világban azonban minden azt harsogta, nincs Isten, nincs örök élet, ne bízzál az egyházban, kerüld a papokat, ők a fejlődés kerékkötéi. Ezt hallotta az iskolában, a közéletben. Mint tudjuk, 1948 karácsony másnapján elhurcolták Mindszenty József hercegprímást, hogy ezzel is megbénítsák és megfélemlítsék az egyházat. Ebben a helyzetben teltek el érsek atya tanuló évei pappá szentelése előtt. Nagy próbatétel volt számára. Mégis így vall erről. Egyenes úton haladtam a papszentelésig. A hittel kapcsolatban szenvedélyesen kerestem mindig az igazságot. Arról akartam meggyőződni, hogy Krisztus tanítása elsősorban a katolikus egyházban található meg, vagyis, hogy jó helyen vagyok. Ez a keresés található meg az Isten keresés útján című könyvében. Ez jellemzi aztán a beszédeit, amiről így van. Amikor beszélek, a hallgatók megértik azt. Ők is ugyanazt gondolják, amit én gondolok. Elfogadják, amiről meg vagyok győződve. Mint említették már, ugye felszentelése után az ő papi szolgálatát Pákán kezdte, majd Nyőgér hívei szolgálta, és ekkor adódott lehetőség arra, hogy a Párizsi Egyetemen eddigi tanulmányait elmélyítse. Egy más ország vallási életébe is betekinthetett, és tudását gyarapította. Diplomával tért haza Párizsból. Ezután Kőszegen szolgált, majd 17 évig irodaigazgatói munka következett számára. Ő azonban mindig lelkipásztor akart lenni. Arra törekedett, hogy itt is hívekhez
legfőképpen a fiatalokhoz jusson el. Ferences templomban mutatta be naponta szent miséit. Az irodai beosztása mellett a kórház lelkészi szolgálatot is elvállalta, hogy abban az időben nehéz volt bemenni a papnak a kórházba. Érsek atya nagy örömmel kereste fel a betegeket, hogy lelki támaszt nyújtson nekik, vagy felkészítse őket a nagy útra. Mindig nagyon várták. Aztán sikerült neki érdeklődő csoportokat is szervezni, és velük rendszeresen találkozni. Elsősorban a fiatalok, de mindenki igényes és időszerű tanítást kapott szentbeszédeiben és előadásaiban. Ezekben gyakran használta fel a magyar irodalom szebbnél szebb istenes verseit. Ugye nagy hozzáértéssel tudta ezeket idézni előadásaiban is. Hittanórái élményt jelentettek a fiataloknak. Meg kell még említeni azt is, hogy ismerte és értékelte a szép és igényes gitáros énekeket, amelyek közel állnak a fiatalokhoz. Amikor ezeket támadták, és talán jogtalanul leminősítették őket, akkor határozottan kiállt mellettük, és írásában is megvédte azokat. Ezzel is a fiatalok mellé állt. Hogy mit jelentett számára a lelkipásztori munka, főleg a fiatalokkal való foglalkozás, egy karácsonyi írásában így emlékezik meg. Számomra Szombathely főtere valamikor nem jelentett semmit. Történt azonban, hogy közel 10 éven át misére menet, minden reggel itt találkoztam azokkal a gimnazista fiatalokkal, akiket különböző csoportokban sok időt töltöttem el. A tér holt kövei a mai napig a velük való találkozások eleven emlékét őrzik számomra. Ezért még ma is, valahányszor arra járok, hangosabban dobog az én nagy műtéttel összedrótozott szívem. Még ha önmagában nem is volna szép ez a tér, megszépíteni és kedvessé tenni az emlékezés. Ugye mélyen átérezte Szent II. János Pál pápa megállapítását, ha azt vizsgáljuk, hogy a mai emberek milyen igényeket támasztanak a papokkal szemben, akkor láthatjuk, hogy lényegében egyetlen nagy elvárásról van szó, hogy az emberek szomjazzák Krisztust. Ma az emberek a paptól Krisztust kérik, és joguk van hozzá, hogy tőle kérjék, elsősorban is az ige hirdetésén keresztül. A zsinat tanítja, a pap első teendője, hogy Isten evangéliumát mindenkinek hirdesse. A hirdetés arra irányul, hogy az ember találkozzék Krisztussal, főként az eukarisztia misztériumában, amely az egyház és a papi élet lüktető szíve. A papnak élnie kell Isten igéjét, tanítja Szent II. János Pál pápa. A fiatalokkal való foglalkozás mellett érsek atyának kiváló alkalom volt a Szombathelyen a teológiai tanfolyam. Ezen a több évtizedes ateista időszak után igyekeztünk felkészíteni a világi híveket a hitoktatásra, és a már egyre inkább jelentkező paphiány miatt az ige liturgia megtartására. Érsek atya az alapvető hittan tanította, és nagy hozzáértéssel adta át a növendékeinek, hallgatóinak. Háláson emlegetik előadásait azok, akik részt vehettek óráin. Igazi értékei ezeknek az volt, hogy hallgatói megérezték, tanáruk nem csak ismeri,
hanem éli is Isten igéjét, és minden erejével arra törekszik, hogy szellemileg felkészülve hatékonyan hirdesse és átadja azt. Hallottuk már, hogy 1995. november 11-től érsekatya életében egy új időszak következett. Ekkor nevezte ki Szent II. János Pál pápa egri segédpüspökké. Örömmel gratuláltunk neki, de bizonyos szomorúsággal köszöntünk el tőle a teológiai tanfolyamon, a tanárok, a növendékek, de az egyházmegye hívei is. A püspök szenteléskor december 2-án az egri székes egyházban a következő szavak hangzottak el. Most tehát árazd el kiválasztottadra azt az erőt, amely tőled származik, a vezetés szent lelkét, akit megadtál Jézus Krisztusnak, szeretett fiadnak, ő pedig oda ajándékozta szent apostolainak, akik egyházat szerveztek szerte a világon, hogy az legyen a te szentélyed és nevedet szüntelenül dicsőítsük és álljuk benne. Ezzel megkapta a tanítás és a vezetés karizmáját. Ugye, Szent Pál írja Timóteushoz és Tituszhoz írt levelében, a püspöknek tanításra rátermetnek kell lenni, álljon szilárdan a hiteles tanítás alapján. Ugye, az Ószövetség prófétája Ezekiel szerint a püspök őrálló is, és vigyáz a rábizottakra. Emberfia, Izrael házának őrévé rendeltelek, ha hallod a szót ajkamról, figyelmeztesd őket a nevemben. Már hallottunk arról, hogy érsekatya püspöki jelmondata ugyanaz maradt, ami újmisés jelmondata volt, a szeretet nem múlik el soha. Azért maradt püspöki jelmondatom, valja, mert nem találtam jobbat. Isten még valamit akart szeretni önmagán kívül, ezért teremtette meg a világot. Szabadságot adott, hogy képesek legyünk szeretni. Önfeláldozó szeretetre kell eljutni, csak akkor lehetsz igazán boldog. 2 év múlva, 1997. augusztus 14-én veszprémi érseknek nevezte ki a Szentatya, és szeptember 5-én volt beiktatása. Ennek is 20 éve már. Kiváló elődei és példaképei voltak itt a veszprémi püspöki szolgálatban. Nagy dolog Veszprém 101. püspökének lenni. Nem vágyott erre. Inkább úgy érezte magát, mint Szent Pál, amikor Athénből Korintusba indult. Gyöngeségem tudatába félve és nagyon elfogódottan mentem hozzátok, írja levelében. Jó főpásztor leszek-e? Képes leszek-e jól végezni ezt a munkát? Vetődött föl benne a kérdés. Szüksége volt neki is, mint Pál apostolnak az Úr bátorítására. Ne félj, hanem beszélj, és ne hallgass, én veled vagyok. Megkapta a karizmát a tanításra és a vezetésre. Feladata lesz elmondani az igazságot, figyelmeztetni az embereket, ha letértek a helyes útról. Ferenc pápa mondta 2016-ban az újonnan kinevezett püspököknek, minden püspök arra kapott megbízást, hogy saját egyházmegyében pásztorként vezesse Isten egyházát az Atya nevében, az őket tanító Krisztus nevében és az egyházat éltető Szentlélek nevében. Mint veszprémi püspök, érsekatya tudatosan vállalja, hogy ő Mindszenty József utódja. Egy pápai kihallgatás alkalmával bemutatkozik Szent II. János Pál pápának, hogy veszprémi érsek.
A pápa rövid gondolkodás után így válaszolt, akkor te Mindszenty József utódja vagy. Márfi Gyula veszprémiesek tudja, hogy párhuzamos az életrajzuk. Mind a ketten a Szombathelyi Egyházmegye papjai voltak, és Zala megyéhez is kötődnek, érsek úr is innen származik. Mindszenty bíboros, az egykori zalaegerszegi plébános, írja Márai Sándor az ő naplójában, félelmetesen belenőtt szerepébe és sorsába, amely egyértelmű a magyarság sorsával. Ritka tünemény, amikor a szerep valóban nagyjá érlel egy embert. Hát ugyanezt érezzük meg érsek atya szavaiban is, amikor féltő szeretettel szólal meg Mindszenty József lelkületével. Néhány megnyilatkozását szeretném felidézni. Emlékezetesek szavai, amelyeket a bíboros ünnepén és más alkalmakkor mondott. Gyula érsekünk a haza szerető példaképének állította Mindszenty Józsefet, aki felhívta fiatal hívei figyelmét, utazzanak szerte a nagyvilágban, tanuljanak, művelődjenek, de életünk egészét nekünk, katolikus magyaroknak itt, ezen a földön, ebben az országban kell eltöltenünk. Csak is itt a Kárpát-medencében teljesedheti az életünk. Itt érhetjük el céljainkat, itt tölthetjük be élethivatásunkat. Márfi érsek arról is beszélt gyakran, hogy Mindszenty nagyra tartotta az anyaságot. Előbb tanulmányban, később könyvben tett tanúságot az anyák és a nők iránti tiszteletéről. Aztán érsek atya, mint jó pásztor, nem csak Magyarországra figyel, hanem az egész egyházat és főleg Európát is szem előtt tartja. Megállapítja, az a veszély fenyeget bennünk, hogy a mi szeretett Európánk keresztény ihletésű alkotásaival, fantasztikus épületeivel, lenyűgöző képzőművészeti és iparművészeti remekléseivel, páratlanul szép zenei és irodalmi örökségével együtt romhalmazzá válik. Még 40 nap, és Ninive elpusztul. Olvassuk Jónás intelmét az Ószövetségi Szentírás egyik legszebb könyvében. Egy új Jónás próféta vajon mit hirdetne most nekünk, európaiaknak? Kérdezi szent beszédében érsek atya. Nem akarok vészmadár lenni, de nem merem kizárni, hogy ezt mondaná, még 40 év, és Európa elpusztul. Jónás könyve azonban azzal folytatódik, hogy a niniveiek megtértek és megmenekülnek. Íme itt a mi nagy lehetőségünk, nekünk is meg kell térnünk, és akkor megmenthetjük Európát. Mindenek előtt vissza kell térnünk a 10 parancsolathoz, ezen belül a 6. és a 9. parancsolathoz is. Szent komolysággal kell közelítenünk a szentségekhez, így a házasság szentségéhez is. Érsek atya, mint őrálló, figyeli a világegyház életét is, szól a keresztény üldözésekről. Nem feledkezhetünk meg napjaink vértanúiról, de az üldözések nem keseríthetnek el bennünket. Az kétségtelen, hogy az európai kereszténység önmaga alatt van. Ezt jelzi az is, hogy az Európai Unió alkotmányában említés sem történhetett Jézusról és a kereszténységről. Aztán nem huny szemet a migrációval kapcsolatban sem. A migráció végső oka lehet Isten büntetése, mert Európa bálvány imádó lett. Európában, ugye ma még Jézus születésétől számoljuk az éveket, mondja,
ha nem akarjuk, hogy 40 év múlva 622 évvel fiatalabbak legyünk, azaz Mohamed próféta nevezetes futásától számolják éveinket, akkor meg kell ragadnunk Krisztus Urunk kezét, elfogadva Szent János tanúság tételét, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük nektek. És atya így tanít egy karácsonyi üzenetében. Ma, amikor ebben az ünnepi szent misében érsek atya és vele együtt mi is hálát adunk azért, hogy 50 éven át az Úr színe előtt állhatott és szolgálhatott neki, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ő ezt a szolgálatot sokszor testi gyengeségben végezte. Szent Pálhoz hasonlóan tövist kapott a testébe. Veszprémi püspökségének a második évében súlyos szívinfarktusa volt. Egy év múlva szívsebészeten kellett sürgősen megoperálni. Ugye Pál apostol háromszor kérte az Urat, hogy szabadítsa meg a tövistől, de az Úr azt felelte, elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyengeségben nyilvánul meg a maga teljességében. Talán éppen ezért, valja érsek atya, hálás vagyok Istennek. Minden nap kétszeres ajándék. Alapvetően elégedett ember vagyok. Isten megóvott a nagy képűségtől és a túlzott magabiztosságtól. Szót értek papjaimmal és a hívekkel. Ugye Jézus vállalta értünk a szenvedést, ezért tud megértő lenni gyengeségeink iránt, mert azt maga is megtapasztalta. Érsek atya is megértő főpap. Hála mindezért. Hálát ad most érsek atya elsősorban azért, hogy első szent miséje után 50 éven át bemutathatta a legszentebb áldozatot. Szent II. János Pál pápához hasonlóan érzi, aki az Ekléziain Eucharisztia kezdetű levelében írja. Több mint fél évszázada, 1946. november 2. óta, amikor első szentmisémet bemutattam, minden áldott nap szemlélem az ostját és a kelyhet, melyekben az idő és a tér mintegy koncentrálódik, és a Golgota drámája újra meg újra megelevenedik, föltárván a maga titokzatos egyidejűségét. A hitem minden áldott nap felismerhette a konszekrált kenyérben és borban az isteni utitársat, aki csatlakozott a két Emmauszi tanítványhoz, hogy megnyissa szemüket a világosságnak, szívüket pedig a reménynek. Kedves veszprémi egyházmegyés paptestvérek és kedves hívek! Ma nagy hálával megköszönjük Istennek, hogy nektek olyan pásztort adott, jubiláns érseketeket, aki ismeri az örök pásztor hangját, ismer benneteket is, és figyel is a szavatokra, imádkozik naponta értetek, és szívén viseli gondjaitokat, bajaitokat, és ápolja azt a lelkületet egyházközségetekben, amit Mindszenti bíboros atya utódaként ápolnia kell. Ezért a zsoltárossal szálljon fel, érte a mi fohászunk is az örök pásztorhoz, hogy továbbra is kormányozza egyházmegyéjét és benne Isten szent népét. Hallgasson meg téged az Úr, oltalmazzon meg Jákob Istenének neve.
küldjön neked szentélyéből segítséget, emlékezzék meg minden áldozatodról, bánjon veled szíved szerint, és váltsa valóra minden tervedet. És akkor, hogyha számára egy kis kedves verssel fejezzük be mi elmélkedésünket. Köszönöm, Uram, hogy hitet adtál, mélyet, komolyat, égőt és szépet. Tudok örülni minden jónak, és felnőtt szívvel imádlak téged. Az élet verhet, ostorozhat, de nem gyűl le a gyötrő bánat. Vérző szívvel, de nem csüggedve, küldöm hozzád hő imámat. Nekem vesztett reményem nincsen, és nincsen átkozó rohangom. Kezem támasztom a keresztnek, s az élet súlyát állom, tartom. Köszönöm, Uram, hogy hitet adtál, mélyet, komolyat, élőt és szépet, mert így az élet minden kínja, égbe nyúló szent ígéret. Amen. Mennyei atyánk, korunk egyházának sok problémája van, legsürgetőbb a hivatások csökkenése. E hálaadás pillanataiban hozzád fordulunk, ne adj magára egyházadat. Uralkodó örök Isten, minden erény forrása és teljessége. Segíts szolgáidat, Ferenc pápát, jubiláló Gyula érsekünket, hogy a helyeset cselekedjék, az igazat hirdessék, és így kegyelmeddel legyenek példaképei a híveknek tetteikkel és szavaikkal. Úr Jézus Krisztus, tedd fő egyházmegyénket élő sejtély egyházadban. Add meg jubiláló Gyula főpásztorunknak ajándékodat, hogy kormányzásában bölcsességet fénye és szíved szeretete irányítsa. Istenünk, azt akartad, hogy az evangélium ereje kovászként járja át a világot, ezért arra hívod, hogy akik az élet forgatagában élnek, építsék tudásokkal, tehetségükkel az országot. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj, Urunk, bőségesen erőt jubiláló és érsek atyánknak, hogy a rábízott papságra atyai gonddal vigyázzon, hogy ne hanyagolják el azt a kegyelmet, melyet a papszentelések alkalmával készföltétele által nyertek, így életük példája és tanúságtétele építse egyházadat, amelyre megbízást kaptak. Kérünk téged, te vagy mindenség Istene, a kezdet és a vég. Köszönjük az élet kezdetét, mely Gyula érsekünk édesanyjának és édesapjának igennyével kezdődött. Jutalmazd meg mindazokat, akik fiaikat, mint ajándékot visszaadtak neked, és mindazokat, akik őket oltárodhoz elvezették, segítették és segítik ma is az élet minden pillanatában. Urunk, akik érsekatyát hallgatták, tanácsát megfogadták, akiket örök útjukra elvezetett, add, hogy imáikkal itt a földön, vagy már odaátról hálás szívvel viseltessenek iránta, nehéz pillanataiban támogatói legyenek. Bizalommal emeljük szemünket és szívünket ahhoz, aki az örök főpap anyja, s így minden pap égi anyja. Megtapasztaltuk már sokszor jóságát, kérjük az ő közbenjárását, védelmezze jubiláló főpásztorunkat, s minden pap testvérét, hogy anyai pártfogásával, szolgálatuk által lelkileg megújuljon az egész világ. Kérjük téged, hallgass meg minket! Urunk, hadd szálljon fel szívünkből és lelkünkből hozzád,
a magasságos Istenhez a dicséret és a hála, az öröm és az újongás ebben az ünnepi hálaadásban, mert hisszük, hogy nem csak most, hanem a világ végéig velünk maradsz. Amen. Glory, Father, Glory, Father, Glory, Father.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Felajánljuk neked, Istenünk, a tőled kapott ajándékokért ezt a dicsérő áldozatot. Könyörögve kérünk, hogy amit érdemünk nélkül juttattál nekünk, azt neved dicsőségére fordítsuk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságod teljes, ami dicséretünk nélkül is, mégis megadott, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik, Krisztus, ami Urunk által. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt,
vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, Halálnak kérdezünk, Urunk, és hittem vagyunk felállásra, amivel nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz veszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Annával és boldog Gizellával, főegyházmegyénk védőszentjeivel, és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Ecco ostia nostre riconciliazioni proficio quesimus Domine. A totius mundi pacem et salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra in fide caritate digneris. Cum famulo tuo Papa nostro Francisco, episcopo nostro Giulia Marfi, un episcopale ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tue. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vedd szívesen, fogad szívesen, irgalmasan a világra szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk,
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem. Keresésében a szentalazás a következő módon történik, itt a szentében csak püspök és érsek atyák, bíboros atya fog majd a szentáldozáshoz járni a stallumban lévő. Itt a lépcső előtt két helyen lesz lehetőség a papság részére. Ehhez kérem majd a diákonosokat szíveskedjék felfáradni, hogy a szent vért és a szent testet is itt legyetek magatokhoz. Majd a templom végébe fogod állni két diákonosok, vagy két fiatalba, és ugyancsak ketten pedig a sátorban biztosítják a szentáldozás lehetőségét. Thank you.
Könyörögjünk. Istenünk, te lelki eledelül adtad nekünk fiad üdvösség szerző szentségét, amelyet most hálaadásul felajánlottunk. Szilárdítsanak meg minket ezek az erőt adó és örömet szerző ajándékaid, hogy egyre nagyobb odaadással szolgálhassunk neked, és újabb jó tételményeket nyerjünk tőled. Krisztus, ami Urunk által. Thank you.
áldjuk az Atyát és a Fiút a Szent Lélekkel együtt. Könyörögjünk, Istenünk minden ajándék Atya, hittel valljuk, hogy amik vagyunk és amink van, az mind tőled származik. Taníts meg minket, hogy felismerjük végtelen atyai jóságod ajándékait, és téged őszinte szívvel minden erőnkből szeressünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Főtisztelendő érsek úr, bíboros úr, nuncius úr, püspök urak, szolgatársak, ünneplő gyülekezet! A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, a testvér felekezetek és a református közösség nevében hoztam köszöntésemet. Őszintén megmondom, hogy nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy röviden szólhatok. Érsek urat ebben az ünnepi órában az ároni áldás elejével szeretném köszönteni, őszinte tisztelettel és testvéri szeretettel. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Mi is nagyon jól ismerjük érsek urat, tiszteljük és szeretjük, és megtapasztaltuk, hogy ebben az 50 esztendős szolgálatban az áldott Isten gazdagon megáldotta őt, és valóban áldássá lett Isten dicsőségére és sokak javára. És ennek az áldásnak a maximuma, ami Urunk, Jézus Krisztus. Mindnyájan őrá tekintünk.
egymás kezét megfogva, egymás hite által épülve, egymást erősítve valljuk együtt egy bizonytalan világban drága, biztos hitvallásunkat, Jézus Krisztus Isten fia megváltó, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Egy olyan Urunk van, aki feltámadott a halálból, mi mindig győztes ügyet képviselünk, velünk az Isten, ezért tele van a szívünk minden körülmények között örömmel és reménységgel. Személy szerint is köszönöm érsek úrnak a testvérfelekezetek nevében azt a testvéri szeretetet, nyitottságot, amellyel mindig közeledett hozzánk. Megáldotta őt az Úr, és meg is fogja áldani, ahogy hisszük, megáldotta népét az Úr, és mindenkor meg fogja áldani, mert ő velünk van minden napon a világ végezetéig. Isten áldja meg érsek urat és mindnyájunkat. Dr. Márfi Gyura érsek úr részére, főtisztelendő érsek úr, kedves Gyula atya, köszönöm megtisztelő meghívását a hálaadó aranymisére, pappá szentelésének 50. évfordulóján. Hálásak lehetünk a teremtő és megváltó Istennek mindazokért, akik válaszoltak az ő hívására, akik pedig hűségesek maradtak évtizedeken keresztül küldetésükhöz, és így gondozzák a rájuk bízott nyájat, azokat különös tisztelet illeti. Hozzám csak a híre jutott el annak a bátor kiállásnak, mellyel érsek atya egyszerre szolgálja az egyházat és a magyar nemzetet, de ez a hír mindig örömhír volt. És azt is meg kell köszönnöm, hogy különös pasztorális szeretettel vesz körül kicsit, nagyot, tanultat és tanulatlant, kereső és kételkedő hívőt, de a még nem hívőket is. Unokáim, akik a Veszprémi Egyházmegye egyik iskolájában tanulnak, legendákat mesélnek erről. Adjon az Úr további tevékeny esztendőket önnek, gyarapodást és hitbeli gazdagodást az érsekség híveinek, hogy továbbra is egyetértésben szolgálhassuk földi hazánk és közösségeink felemelkedését. Budapest 2017. június 19-én Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. Thank you.
felajánlásan köszönöm először is a Jóistennek, hogy kiválasztott, meghívott a papságra, és 50 éven keresztül gyarlóságaim ellenére ebben megtartott. Nem akarok most hosszú lenni, miután már sok időnk elmúlt, de azt gondolom, hogy nagyon szépek voltak az énekek is, amelyeket külön megköszönök. Szeretném mostan a mai Zsolozsmában szereplő 70. Zsoltárt idézni. Te vagy, Uram, reménységem, ifjúkorom óta, Uram, benned bízom. Az anyamétől te vagy támaszom, anyám öle óta védelmezőm. Te vagy mindig az én dicsekvésem. Ne vess el engem öregségem idején, ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem. Ha öregkorra és késő vénségre jutok, ne adj akkor se magamra, Istenem. Hadd hirdessem erős karodat minden eljövendő nemzedéknek. Emellett szeretném megköszönni még a kedves testvéreknek is, visszagondolva szüleimre és családomra, bátyámra, ki sajnos 40 éves kora előtt már itt hagyott bennünket, és mindazoknak, akik a különböző állomáshelyeken segítettek. Köszönöm az egrieknek, például olyan szívesen fogadtak, pedig tényleg semmiből jöttem hozzájuk, de azt mondták, Róma locuta, causa finita. Róma így döntött, elfogadjuk, megtartjuk ezt a segédpüspököt. Ugyanígy voltak a veszprémiek is, és minden állomás helyen elfogadták a püspöknek az intézkedését, és a Szentatyának a rendelkezését. Veszprémben is mindenki szeretettel fogadott, és a mai napig köszönöm azt a ragaszkodást és szeretet, amelyet tapasztalok. Külön is köszönöm munkatársaimnak a segítséget. Amikor néha órákon keresztül írom alá a papírokat, akkor érzékelem, hogy mennyi munka van mögötte, ha már az aláírás is sokszor majdnem, hogy megelőltető. Minden esetre Isten legyen mindenkinek a jutalmazója. Köszönöm itten a kormány és az állam képviselőinek a beszédeket és egyáltalán a jelenlétet. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Köszönöm a paptestvéreket, köszönöm a testvéregyházaknak a részvételét, Steinbach püspök úrnak a beszédét. Tudom, hogy a többi veszprémi egyházközségek lelkészei is itt vannak az Isten tiszteleten, őket is szeretettel köszöntöm. És azt tudom csak kívánni, hogy Isten legyen mindannyiunkkal, és valóban ezekben a nem könnyű időkben őrizzen meg bennünket az egységben és a szeretetben. Isten áld meg egyházunkat, áld meg Európát, áld meg magyar hazánkat, magyar egyházunkat és a mi egyházmegyénket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mire a Szent Mise befejeződik és az ünnepi áldás adja érsekatya, szeretném hirdetni a kivonulás ugyanúgy történik, mint a bevonulásnál majd. Erről az asszisztencia, majd a papság és úgy aztán a püspöki kar. Szeretném tovább érsekatya meghívását tolmácsolni, hogy a Szent Mise után 15 perc múlva, amikor kiérünk, a rokonságnak, és a rokonság, illetve osztálytársaknak és barátoknak fogadást rendez a Szaléziánumban. Püspökatyák, érsekatyák részére és a papság részére, illetve a delegáltak részére, pedig a érseki palotában várjuk szeretettel a testvérek. Pannonhalmi osztálytársaimat külön is köszöntöm. Velem együtt már ők is öregszenek, de ezért elég sokan eljöttek, Isten hozta őket. Most akkor fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek! Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket. Istenünknek és Szent Fiának, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak
ismeretében és szeretetében. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.